A stúdióban köszöntöm már is első vendégemet, Hollik Istvánt, a KDNP szóvivőjét és Budapest egyes számú egyéni körzetének kormánypárti képviselőjelöltjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, sokan! Új helyzet van a belvárosban, legalábbis ugye a húsvét ünnepeket megelőző állapothoz képest, mert hogy Juhász Péter után a Momentum vezetője, Fekete Győr András is bejelentette visszalépését. Előbb nézzük meg az ide vonatkozó bejátszót és folytatjuk a beszélgetést. A Medián 1200 főt kérdezett meg, és orvosszal ugyan, de Vénaszályi Márta lett a legesélyesebb jelölt. Én tartom magam az ígéretemhez, vállalom a felelősséget, és visszalépek Vénaszályi Márta javára a budapesti egyes választókerületben. Bizonyára nyomon követi az egyéni körzetében az ellenzéki egyezkedést. Mit szól a legutóbbi fejleményekhez? Én azt gondolom, hogy azok a fejlemények, amik itt előjöttek tegnap, sőt a mai nap, az szerintem mindenkit megerősít abban, hogy az ellenzék az nem képes másra, csak hatalmi osztozkodásra, a hatalomért és a pénzért mindenre képesek. Fekete Győr András úgy lépett vissza a tegnapi napon, hogy közel egy évvel ezelőtt adott egy interjút, amin az első kérdés az volt, hogy ő együtt akar-e működni, a Momentum együtt akar-e működni más pártokkal. És akkor egy évvel ezelőtt Fekete Győr András azt mondta, hogy ez kizárt. Most egy év telt el, és Fekete Győr András annak az MSZP-s jelöltnek a javára lépett vissza, aki ellen ő 2010-ben szavazott, ahogy ezt maga is mondta. Én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy az ellenzéki oldalon csak olyan jelöltek vannak, akik elvtelenek a hatalomért, bármire képesek. Most a legfrissebb fejlemény, amire ön is utalt egy fél mondatban, az az egyébként, hogy az Index késő délután vagy délután megjelentetett egy hírt arról, hogy fordulat történt a visszalépéseknél, az LMP és az MSZPP közötti egyeztetések kapcsán a belvárosban, Csepelen is megszülettek visszaléptetésről döntések, majd hirtelen lekerült ez a hír az Index oldaláról, mert hogy Karácsony Gergely maga cáfolta ezeket az értesüléseket. Ehhez a fejleményhez mit szól? Hát szerintem azt, hogy a Hír TV mellé most már az Indexet is egyértelműen a fake news kategóriába sorolhatjuk. Lehet, hogy az a vágyuk, hogy ez történjen az első kerületben, de úgy látszik, hogy a tények őket cáfolták. Hazudnak, beszállnak az ellenzéki kampányba. Nyilvánvalóan saját vágyaikat írták meg ebben a cikkben, de azt gondolom, hogy azért én továbbra is, mi nem azok ellen küzdünk, akik velünk szemben vannak, hanem azokért, akik a hátunk mögött vannak. Ezt tartom a fontosnak, és szerintem mi, akik a belvárosban élünk, a történelmi belvárosban, első kerületben, ötödik kerületben, mi büszkék lehetünk arra, ami az elmúlt 8 évben itt a belvárosban fejlesztések lezajlottak. Ahogy az országra is igaz volt az 2010-ben, hogy egy csőd közelében levő ország, úgy 2010-ben is azt gondolom, hogy Budapest és annak főként a belvárosa az nem volt méltó Magyarországhoz. Az ország is le volt gatyásodva, és a belváros is. A tömegközlekedéstől elkezdve azokig a szimbolikus helyekig, amiért mondjuk Budapestet egy turista meglátogatja. Büszkék lehetünk mi belvárosiak arra, hogy az elmúlt 8 évben a történelmi belváros az visszanyerte a régi fényét. És ezt veszélyezteti ma a bevándorlás. Ráadásul ugye nyugat-európai példák alapján látjuk, hogy a bevándorlókat először mindig a nagyvárosokba, a fővárosokba telepítik. Az első kerületben is, az ötödik kerületben is vannak önkormányzati ingatlanok. Ezek azok az önkormányzati ingatlanok, amit a Helsinki Bizottság korábban meg Karácsony Gergely és Vágó Gábor össze akart írni. Teljesen egyértelmű, hogy ezek az önkormányzati lakások lennének az első célpontok, ahova a migránsokat beköltöztetnék. No, nekünk erre a belvárosban nagyon nincs szükségünk. Karácsony Gergely azt mondta, hogy bepereli a kormányzó pártot azok miatt, a hazugságok miatt, amelyeket terjesztenek róla. Az egyik ilyen volt például, hogy az ellenzéki erők, az ellenzéki pártok összeírnák ezeket az ülesen álló önkormányzati lakások. Van valami pontos információ, amire alapozzák ezt a kijelentést? Hát ugye maga Vágó Gábor jelentette be, hogy ő ezt kezdeményezi, hogy azokat az üresen álló önkormányzati és magántulajdonban levő
ingatlanokat, amelyek üresen állnak, ezeket össze kell írni. Ezt félreértelmezni nem lehet. Tehát ezt csak azért írhatják össze, hogy amikor bejönnek a migránsok, és Nyugat-Európában ugyanez volt. Először tömegszállásokba, ahol volt rendelkezésre állt laktanya, vagy bármilyen más ilyen tömegszállás, munkásszállás, először oda szállásoltak el migránsokat, miután ezek beteltek, ezek után következtek az önkormányzati ingatlanok, majd nem kell messzire menni, Ausztriában konkrét példát hallottam, hogy a tartomány, az egyik osztrák tartomány egy magánszemélytől kibérelt egy lakást, annak érdekében, hogy oda migránsokat költöztessenek. Tehát nem kell messzire mennünk ezekért a konkrét példákért. A belvárosba, hála Istennek, azt láthatjuk, hogy egyre több a turista. Azért, mert aki meglátogatja Magyarországot, Magyarország belvárosát, Budapest belvárosát mindenképpen meg akarja nézni, föl akar menni a várba, végig akar sétálni a korzón. És azért jönnek egyre nagyobb számban ide a turisták, mert tudják, hogy Budapest egy biztonságos város, a belváros pedig egy biztonságos hely. Nekünk ezt a biztonságot kell megőriznünk, és egyetlen egy dolog veszélyezteti a belvárosnak, a történelmi belvárosnak, a Várnegyednek a biztonságát, ez pedig a bevándorlás. De beszéljünk még egy kicsit komolyra fordítva a szót, ugye az esélylatolgatásról még egy-két gondolat erejéig. Ugye 2014-ben 45% volt a Fidesz-KDNP jelöltjének, Rogán Antalnak az eredménye, 32%-ot hozott az ellenzéki összefogás, és 13%-ot kapott az LMP. Azt azonban gyorsan hozzá kell tenni, hogy egy Schiffer András volt itt az LMP. Jelöltje, mit gondol, hogy meg tudja ismételni Rogán Antal eredményét most a 2018-as voksoláson? Erre törekszünk. Én a mai napon egész nap a csapatunkkal, minden önkéntesünkkel azon voltunk, hogy most minden választónkat elérjük, beszéljünk velük személyesen is, és telefonon is, ez a legfontosabb, és a visszajelzésekből azt látjuk, hogy nagyon sokan támogatják a kormánypártok politikáját, hiszen azt gondolják, hogy valóban a migráció a legfőbb tétje ennek a választásnak, hogy Magyarország megmarad-e Magyarországnak, vagy bevándorló országgá válik, illetve azt is lehet látni a belvárosban, hogy tudják, hogy akik a másik oldalon vannak, azok nyilván a káosz koalícióját tudnak csak megalakítani, de Magyarország megvédésében egyikükre sem lehet számítani. Ugye április 8-a után, ha győz az ellenzék, Szél Bernadetthez köthető a következő kijelentés, legfeljebb technikai koalíció alakulhat, hogy elérjék az előrehozott választást, ugye ezt az ATV-ben jelentette be Szél Bernadett. Nézzük meg gyorsan, hogy mi volt a pontos kijelentés, és utána kérek majd egy reakciót. Magam részéről azt tudom mondani, és ez megalapozott ez a véleményem, hogy ez a csapat így baltól jobbig, és akkor a széleket direkt nem mondom, nem biztos, hogy Magyarország számára egy olyan kormányzati alternatívát tud adni, ami a stabilitásra épülne, hogy nagyon szépen fogalmazzak. Ezért gondolom azt, hogy ez nem lenne a legjobb megoldás április 8-a után. Föltéve azt, hogy itt nyilván különböző szenárióban kell gondolkodni, tehát hogy milyen többség lesz és melyik oldalon. Na, ön hogyan értelmezi ezt a kijelentést? Nézzük meg ezt a kijelentést a Magyarország előtt álló legfontosabb kihívásnak a szemszögéből. Tudjuk, hogy miniszterelnök úr a legutóbbi európai csúcson nyert tulajdonképpen a bevándorlást ellenző politikai erők számára, a bevándorlást ellenző tagállamok számára egy kis időt azzal, hogy azt mondta, hogy nem tudnak semmi olyan javaslatot elfogadni, amely tartalmaz a kötelező kvótát. Képzeljük el, hogyha a következő európai csúcson már nem a Fidesz-KDNP képviselni, illetve Orbán Viktor képviselni Magyarországot, hanem Szél Bernadetthez hasonló politikusok, akik maguk mondják, hogy nem tudnak kormányt alakítani, hogyan tudnák megvédeni Magyarországot? De esetleg ott lenne a Jobbik is ebben a kormányzó koalícióban, vagy feltételezhetően ott lehet, hiszen folyamatosan egyeztet. Ők azt mondják, hogy ők ugye a nemzeti álláspontot képviselik és elutasítják. Igen, csak ki lenne a kormányfő, mégis ugye az európai csúcson mindig a kormányfők képviselik az adott országot. Azt se tudjuk, hogy ki a kormányfő, valószínűleg ebben sem tudnának megállapodni. Tehát ezért mondjuk azt, hogy Magyarország megvédésében, pont egy ilyen kritikus pillanatban,
hiszen azt látjuk, hogy a bevándorlás párti erők tudják, hogy nem sokára Európa parlamenti választások vannak jövőre, és júniusban pedig Ausztria veszi át az Európai Unió soros elnökségét. Az osztrákoktól nem várhatunk, hiszen ők is bevándorlás ellenesek, egy bevándorlás párti javaslatot. Tudják, hogy ezt most júniusig kell áterőltetniük, és az európai törvényekbe iktatniuk a kötelező kvótát. Most szeretnék ezt megtenni. A májusi, a júniusi Európai Uniós csúcson. Ha ott Magyarországot nem, a Fidesz-KDNP és nem Orbán Viktor képviseli, biztosak lehetünk benne, hogy a brüsszeli nyomásnak nem fognak tudni ellenállni. Na most némileg éppen ellentmond az előző felvetésemnek Gyöngyösi Márton, jobbikos politikus, egyik külföldi lapnak adott interjúja. Ugye a legfőbb állításokat emelem ki, segíteni kell a menekülteket, harcolni kell a populizmus ellen, és együtt kell működni az EU-val. Ön meglepte, hogy egy jobbikos politikus ilyen interjút ad? Én azt gondolom, hogy régóta látható volt, hogy talán az ellenzéki pártok közül leginkább a Jobbikra igaz az, hogy a hatalomért és a pénzért mindenre képes. Tehát ez egy 180 fokos fordulatot jelent, és teljesen egyértelmű beismerése annak, hogy a Jobbik is elfogadná a kötelező kvótát. Az a helyzet, hogy ezt nem lehet Gyöngyösi Márton interjúját és álláspontját nem lehet másként értelmezni, mint hogy azt az európai megoldást, amelyet az Európai Unió és annak vezetői támogatnak és ránk akarnak erőszakolni, azt Gyöngyösi Mártonék elfogadnák. Ez maga a kötelező kvótának az elfogadása. Én azt gondolom, hogy ezzel egyértelművé vált, hogy a soros emberei közé jobbikosokat is Vona Gáborral együtt oda lehet sorolni. Ugye több speciális sajátossága is van a 2018-as választásoknak, a már említett koordinált indulás, visszaléptetések, választási egyeztetés, de például az, hogy milyen fajsúlyjal szálltak be valóban a külföldi lapok a magyarországi országgyűlési választásokba. A Newsweek liberális lap például Hello Diktátor címmel közölt egy cikket, a Horog kereszt feltüntetését sem mulasztották el ugye a magyar kormányfőről szóló interjúban, és természetesen megszólalnak benne ugye Soros Györgyhöz köthető Mededik alapítvány munkatársa, egy nyílt társadalom alapítvány vezetője, de más sajtóorgánumok, a Times is ilyen cikkeket közöl. Mit szólnak ehhez? A soros hálózat működik. Ezek ékes bizonyítékai ennek. Ugye eddig tudtuk, hogy Magyarországon például Soros György blogjaként működő 444.hu egyszerűen lehet látni, hogy milyen propagandát fejt ki Soros György érdekében. Azt gondolom, hogy láthatjuk, és ezek is az ön által említett példák is jól mutatják, hogy ez a soros hálózat ez nem csak Magyarországon, hanem multinacionális módon, nemzetközi szinten is működik. Ennek lehet az az oka, hogy Magyarországról ilyen sajtóhírek jelennek meg. Az egyértelmű, azt most már kijelenthetjük így a hajrában, hogy az ellenzéki pártok mellett az ellenzéki médiumok is ennek a kampánynak a fő részesei voltak, résztvevői voltak, mindent megtesznek és megtettek eddig is annak érdekében, hogy a Fidesz-KDNP-t megpróbálják elmozdítani a kormányzati pozícióból. Hollik István, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!